Mosolygó hivatal, mosolygó ügyfelek. Ezt a szlogent fogalmazta meg 4 évvel ezelőtt a Tolna megyei kormány megbízott. Ez meghatározta az időszak tevékenységének jellegét, és ezt szeretné a kormányhivatal továbbvinni a következő ciklusban is. 2010-ben az volt a kormányzat célja, hogy újra gondolják a magyar állam szerepét. Ez meg kellett újítani a teljes jogrendszert, meg kellett erősíteni a közbiztonságot, és át kellett alakítani a közigazgatást. Ez indokolta a kormányhivatalok létrehozását és a járási rendszer kialakítását. Tolna megyében a feladat elvégzésének irányítását Horváth Kálmán kapta feladatul. A kormányhivatal a kormány célkitűzéseinek megfelelően működött az elmúlt 4 évben. Magyarán törekedett arra, hogy Magyarország megmaradjon magyarnak, illetve törekedtünk mindig is arra az elmúlt 4 évben, hogy a legmegfelelőbb módon szolgáljuk az emberek és a haza érdekét. A július 1-ével ismételten kinevezett kormány megbízott véleménye szerint az állam gyakorlati találkozási pontja az emberekkel, leginkább a közigazgatáson, azon belül is a kormányhivatalokon keresztül valósul meg, ezért az ottani munkavégzés az állam egészének működéséről ad képet a polgároknak. Tolna megye egy olyan része az országnak, ahol a állampolgárok, a jogkereső közösség, a szolgáltatások, úgy tudjuk nyújtani, hogy ez mindenképpen megfelel az embereknek és a vállalkozásoknak. Horváth Kálmán azt mondta, az elért eredményeket a szakmai színvonalat szeretné megőrizni a következő ciklusban is.